A 48 éves taxis sofőrnő Beth Vorkunak soha nem volt problémája menstruációs ciklusával, egészen 2018. júniusáig. Ekkor a vérzés két hétig tartott, a szokásosnál kétszer hosszabb ideig. Beth és férje Eliáz, aki pásztor, úgy döntöttek, hogy kivizsgáltatják Bethet egy orvossal. Az orvosok nem voltak biztosak benne, hogy mi ez. Azt gondolták, talán hormonális probléma. Fogamzásgátlót írtak fel, de nem vettem túl komolyan a dolgot. Kezdetben a gyógyszer a kívánt hatást hozta, újra normálissá vált a ciklusa és a vérzés, de 6 hónappal később nem csak a menstruáció húzódott el 3 hétig, hanem kínzó görcsök gyötörtek, ami szinte elviselhetetlen volt. Nem a menstruáció alatti megszokott fájdalom, ez egész más volt. És akkor jöttem rá, hogy valami nem stimmel. Bethnek azonnal nagynénje jutott eszébe, aki méhnyakrákban halt meg késői diagnózis után. Egyik napról a másikra lett beteg, és tudta meg, hogy már a rák 3. fázisában van. Reméltem és hittem, és könyörögtem Istenhez, hogy velem ez ne történjen meg. Beth visszament orvosához, aki semmi bajt nem talált. Azt javasolta, szedje tovább a fogamzásgátló tablettát. Már a munkáját is nehezen tudta elvégezni, és az egyre hosszabb ciklusok a napi feladataiban is akadályozták. 2020. januárjában már állandóvá vált a vérzés és a fájdalom. Az orvosok nem tudták a választ. Annyit mondtak, szedjem a fogamzásgátlót. Én szedtem, de nem hatott. Azt mondták, vegyem be minden nap, amíg el nem múlik, de a vérzés csak erősödött. A szenvedés, a fájdalom pedig elviselhetetlen volt. Nagyon fontos volt nekem, hogy teljes állásban tudjak dolgozni, de erre már nem voltam képes. Beth és férje imádkoztak a gyógyulásért. Folyamatosan imádkoztam és kértem Istent. Tudom, hogy te meg tudsz gyógyítani. Tudom, hogy nem akarod, hogy szenvedjek. Még a közvetlen családtagjaimnak sem mondtam el. Nem akartam, hogy aggódjanak miattam. Majd 2020. március 10-én Beth és Eliáz együtt nézték a 700-as klubot, amikor Terry imádkozni kezdett. A műsorvezető azt mondta, valaki vérzésben szenved. Nem tudom, minek lehetne ezt nevezni. Ez egy betegség a vérében, ami zavart okoz más testrészeiben is. Isten most meggyógyítja ebből. Amin a gyógyszerek és a kezelések nem segítettek, Isten most teljesen egészségessé teszi. A tévét nézve teljesen ledöbbentem. Tudtam, hogy ez nekem szól. Hittel megragadtam. Én is és a férjem is felálltunk a fotelből. Csak annyit mondtam, ámen. És a férjem szintén, ámen, ámen, ámen. Köszönöm, Jézus. Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot. Beth abba hagyta a fogamzásgátló tabletta szedését, és a vérzés, a fájdalom azonnal elmúltak. Azóta semmi baja, és élvezi aktív életét. Isten meggyógyított. Azóta minden rendben van. Boldog, egészséges életet élek, és hirdetem az embereknek, hogy ez lehetséges. Csak hinni kell benne. Ne adja fel. Higgyen benne, és ő meg fogja gyógyítani.